Duna Film bemutatja a Jövendőlések című filmet. Merci beaucoup. Bonne chance. Oui, monsieur. Oh, hello, hello, bonjour. Je suis... Szóval... Parlez-vous anglais? Igen, egy keveset. Remek, tudja, nagyon küzdök a franciával. A nevem Jack Marshak, itt foglaltattam szobát. Korán jött, uram. A Mária ünnepségek csak a jövő héten kezdődnek. Tudom, Adél nővérrel szeretnék találkozni még előtte. Hogy meggyógyítsa önt? Nem, de hogy parafenomenális jelenségekkel foglalkozom. Erről szeretnék beszélni vele. Ebben ő specialista. Jó ét, Monsieur Marshak. Jó ét, köszönöm. Az első jóslat megjövendőli három hírvivő érkezését. A legszentebb közülük az lesz, ki elsőnek érzi meg az ő nagy hatalmát. Az egyik hirdeti jövetelét, a másik az útját készíti elő, és a harmadik által fog visszatérni. Visszatérni!
pusztulj el, Adil Lövin! Gyorsulni látsz, Szövelent! A járás ott cirk! Tour magizat quinto. Tu t'en prises de Satan! Au nom du Christ! Quimbro vit a pectora turba. Icaliud maius miseris. Icaliud maius. Nem vesz napszemüveget? Extra méret? Nagyon vicces. Annak szántam. Jó, sikerült. De valami eltört. Hogy kerülsz ide? Nem tudsz egy olcsó szállást? Miért? Mi történt? Mi felénk mindent lebontanak. Jack és Ryan itt van? Nem. Jack Franciaországba ment, Marie Merbe. Á, ahol az a kislány látta a Szűz Máriát. Aha. Olyan, mint Lourdes. Gyógyulni állnak oda. Igen. Honnan tudod? Bárkit elzárhatsz Istentől, de Istent nem zárhatod el senkitől. Jack mesélt, hogy a lánynak 10 éve látomása volt, aztán apáca lett. Ennek akar utána járni. Igen? Kár, hogy nincs itt. Ryan is vele ment? Nem, pedig jobb lett volna. Depresszió. Hol van? Felvidítom. A temetőben. Ki halt meg? A testvére, 14 éve. Nem emlékszel? Ilyenkor mindig rátör a depresszió. Ryan? Mama? Mama? Én már azt hittem, ne haragudj! Kérterem,
voltam veled és apáddal találkozni azok után. És most hogy itt vagy? Azt hittem, gyűlölsz és engem hibáztatsz. Dehogy. Ryan. Már sajnálom, hogy úgy viselkedtem. Senki nem tehetett róla. Erre már rájöttem évek óta. És el is akartam ezt mondani neked. De féltem, hogy többé nem áll szóba velem. Főleg apád halál után. Nem mertelek felkeresni téged. Na és most? Ryan, én annyira félek. Szörnyű álmok gyötörnek mostanában, hogy örökre elveszítelek. Ez a félelem adott erőt, hogy eljöjjek hozzád. Gyere, menjünk el valahová. Jó. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Segíthetek? Igen, nagyon is, atyám. Jack Marshak vagyok, és Adele nővérrel szeretnék találkozni. Sajnálom, de Adele nővér nem fogad vendégeket. Értem, de talán a hét vége felé. Adele nővér az ünnepségek végéig senkit nem tud fogadni. Nézze, atyám, nagyon messziről jöttem, a világ másik végére. Nem. Talán mégis. Nem, semmiképpen. Megmondaná, hogy mi történt tegnap a harangokban? Csak egyszerű műszaki hiba. Már javítják. Oh. Köszönöm az információt, atyám. Au revoir. Au revoir, monsieur. Monsieur, Adele nővérért eljött a sátán. Meg kell őt menteni. Mit mond? Három nővérnek kellett meghalnia, hogy megvédjék őt tőle ma éjszaka. Teresa, retournez votre travail. Thank you.
protéger ce saint Dieu contre tout pouvoir satanique. Tout ceci ne servira à rien, Père de Croux. Le bon Dieu protège ceux qui sait d'eux-mêmes. Mais la Sainte Mère a dit... Ce n'est jamais par la volonté de Dieu que le démon possède les vivants. Je ne vais pas rester ici à ne rien faire. Nous ne pouvons pas abandonner. Mais je n'abandonne pas. Nous devons placer notre confiance en son pouvoir. Negyedik éjszakán a vadak megérzik az ő szellemét és szörnyű hatalmát, és a földi léturalma ismét a sátánra száll. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. És a földi lét uralma ismét a sátánra száll. És a földi lét uralma ismét a sátánra száll. Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Lucifer Morti Monstrum. Le Seigneur Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous faites aimer notre pauvre Marie. Thank you.
bízzon bennem. Nagy gyakorlatom van a parafenomenális jelenségek terén. Tudnom kell, hogy mi történik itt. Nem tud rajtunk segíteni, Monsieur Marshak. Isten kezében vagyunk. Még soha nem tapasztaltam ilyen manifestációt. Valami szörnyű erő kerítette hatalmába az összes állatot. Hallgasson meg, nővér. Az a szó, amit a halott állat mondott, nem á, az ámen fordítottja. A sátánimádók a Szent Bibliát olvassák visszafelé. A könyv, amiből ő olvasott, nem az volt. Ő? Igen. Amikor a szűzanya megjelent előttem, megszentelte a patak vizét, mely által Isten most csodákat tesz. Én azóta egész életemet csak neki szentelem. De már akkor figyelmeztetett, hogy 10 évvel az ő látogatása után meg fog látogatni még valaki. Kicsoda? Nővér, kicsoda? Isten egyik bukott angyala. Astarót. Már régóta itt van közöttünk, mint Lucifer ügynöke. És csak arra a percre vár, hogy beteljesítse a sátán jóslatát, Luciferét. Miféle jóslatot? Ő birtokolja Lucifer könyvét, az ördög bibliáját, melynek lapjain írva áll 6 profécia. Ha ezek teljesülnek, a sátán lesz az egész föld ura. A tegnapi volt a második. De miért pont itt? Ha ezt a szent helyet le tudja győzni, a többi már gyerekjáték lesz neki. Mondott még valamit? Nem, csak hogy kutassunk fel minden fellelhető adatot Astarotról, a faluról, meg Lucifer könyvéről. Nézd, Ryan, tudom, hogy ez rossz időpont, de biztos, hogy Jack nem kérte volna, ha nem lenne nagyon fontos. Mit fogsz mondani neki? Nem tudom. Hiszen olyan régen találkoztunk. Szinte el sem hiszem már, hogy az anyám. Nem veszélyes ez? Úgy értem, hogy így együtt... Az elmebetegek gyógyítása Adél nővér legfőbb hivatása, és ez csak így megy. Tájékoztatta a feje Baloit a történtekről? Hogyne, és tekintettel vannak az ügyre. Ma már nem élünk a csodák korában, Monsieur Marshak. A boncolás szerint a 3 nővér természetes halált halt. Manapság már a püspökök és a bíborosok is sokkal inkább hisznek az orvosokban, mint az ördögökben. De Adél nővér esete speciális. Ezért vannak tekintettel az ügyre. És ha Astarot megöli őt? Mindnyájan Isten kezében vagyunk, Monsieur Marshak. Bocsásson meg. Monsieur, excusez. Voulez-vous... Voulez-vous... quelque chose étranger? Pourquoi partez-vous, hein? Monsieur, j'ai besoin... Ah, monsieur, madame, voulez-vous quelque chose étranger? Allez-vous-en. Madame, s'il vous plaît, monsieur, pourquoi partez-vous? M'aidez, s'il vous plaît. Lucifer eljön közénk. Már készítik az útját. Honnan tudja ezt? Láttam a hírnökét.
elvesztette a szememmel, ám de cserébe öröklátást adott. Hol találom meg ezt a hírnököt? Lucifer eljő közé. S ha eljő, akkor itt mindent beborít a sötétség. Van még egy kis időnk az indulásig. Én mindent elintézek, te addig beszélges anyáddal. Rendes vagy, kösz. Magam és Krisztina nevében szeretnék mindent megköszönni a templom közösségének, az atyának, a francia iskola tanulónak. Adományaik nélkül mindez sosem lett volna lehetséges. Szeretném, ha tudnák, hogy önök nélkül sosem jutottunk volna el Marimerbe. És hiszem, ha imádkoznak értünk, megtörténik a csoda. Ugye, Krisz? Min gondolkodsz? Ha van Isten, meggyógyítja ezt a gyermeket. És téged is visszaad nekem. Ne aggódj, mama. Úgy lesz. Ryan. Vigyázz. Itt vagyok. Megvannak a jegyek, és megkezdődött a beszállás. Minél előbb megyünk, annál hamarabb jövünk. Ryan, induljunk. Viszlát. Viszlát, Mrs. Dion. Amint megérkeztünk, hív. Viszlát. Jól vagy? Igen, remekül. Ti is Marimerbe mentek? Igen. Te is oda mész? Jó napot. Bird Davis vagyok. Ő Krisztina. Üdvözlöm, Bird. Szervusz, Krisz. Én Mickey vagyok. Ő meg Ryan. Krisz. Krisz. Menj oda. Krisz. Jól van, kicsim. Jól van. Semmi baj. Néha előfordul vele. Nyugodj meg, kicsim. Jól van. Kérlek, ne menj! Könyörgök, miért nem hisznek nekem? Ha bezárnak ide, az semmit nem segít. Nővér, az imakamra pontosan az oltár alatt van. Itt nem esett bajom. Igen, higgy el, nővér, és ez most a legfontosabb. Az én életem? Igen. Most, amikor Astaroth az emberek hitére tör, hogy elhitesse a sátán hatalma a legnagyobb. De ha maga életben marad, akkor a proféciák láncolata megszakad.
Sajnálom, hogy ilyen helyen kell meghúzódnia. Nem az én életem a fontos. Én csak egy jelkép vagyok. Ezt hogy érti, nővér? A szüleimet fiatalon vesztettem el. Aztán az apácák között nevelkedtem. Már a szűzanya megjelenése előtt is. Buzgón hittem Isten hatalmában. Hívő voltam. Épp ettől volt méltó a végtelen kegyre. Igen. Hittem akár egy gyermek. És bárhogy, bármennyit nyaggattak is a püspökök kérdéseikkel. Én hittem, amit láttam. Hittem benne. Miként az egész falu. És most Astaroth ezt a hitet akarja megtörni. Igen. És ha ez sikerül, akkor minden elveszett. Nővér, én jól tudom. Az ördög megállíthatatlan, ha csak meg nem fosztjuk eszközeitől. Nem tud semmit erről a könyvről, az ördög bibliájáról? Isten óvja őt ma éjjel. Magát is, nővér. Kérem, Adia nővér, jól zárja be. És ha bármire szüksége lenne. Ilező, Kretsem, Izakisza, Mezré. Áldottak Isten gyermekei, az ő hitük menti meg az emberiséget. Ajára, Sutszirkem, Jach! És íme a gonosz a föld színére lép. Ajára, Sutszirkem, Jach! Fejét két szarv csúfítja, s fertelmes hangján Istent káromol. Írva vagyon, hogy az ötödik éjjelen a megkínzott lelkek elteltek lényével, és Isten szent műve félbe maradt. És Isten szent műve félbe maradt. Thank you.
Père qui est aussi. Attends, je pose mon petit pied. Attends, règne bien. Lucifert jöttél imádni, mert uradnak tartod őt? Nem hiszem. Tudom, hogy mit akarsz. Megakadályozni a jóslatokat. Isten szent háza hirdeti most a sátán hatalmát. Ezek a tettek teszik őt hatalmassá. A bárány bőrbe kígyó költözik. Nézd Lucifer művét. Tudd meg az ő uralma jő. Bocsánat. Monsieur Marshak. Chambre 5. Merci. Köszönjük. Jack! Úristen! Maguk Marshak úr barátai? Adél nővér vagyok. Ez a sors vár mindannyiunkra. Nővér, mi történik itt? A mi kis falunk csatatér lett. Astaroth a hitünk ellen támadt. És ha győz, akkor mestere, Lucifer, megjelenik a földön. Valamit tenni kell ellene. A sátán uralja ezt a szent helyet. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous. Je suis désolé, ma patience est à vous. Dieu vous bénisse. Entrez. Atyám, Lucifer tanítványai megérkeztek. Ő is közeleg. Úgy félek. Allez, allez. Marimer most már a sátán otthona. Csak egyet tehetünk. Elküldünk innen mindenkit, amíg nem késő. De hát ez az otthonunk.
Nincs más választás. Ez a falu az utolsó menedék. Ha elhagyjuk, Istent hagyjuk el. És Isten nem hagyott el minket. Ne mondja ezt! Most jobban kell hinnünk, mint valaha. Isten nem adta semmi jelét annak, hogy megment minket. Egyszer már elküldte hozzánk a szűzanyát. Tudom, hogy eljön megint. Kérem, atyám, tudom, hogy meghallgatja imánk. A szent helyre kell mennem. Saint-Esprit, je te baptise. Que Dieu te purifie et te donne la force. Érzem, hogy ma csoda történik. Biztos vagyok benne. Amerikai kórházba kéne vinni. Miki, hidd el, itt is jók az orvosok. Nem szabad őt szállítani ebben az állapotban. Bár csak tudnám, hogy mi történik itt. Valami, ami kapcsolatban van Adél nővérrel. Valamit ki kell találnunk. Nézzük át Jack jegyzeteit, amit hoztunk. Hát, ha találunk valamit. És eljövetelének estéjén a szent helyek Isten ellen fordulnak. A gyógyulás csodáit pedig felváltja a fájtalom, minden hit és remény számüzetik a földön. Que Dieu te purifie, te donne la force. Minden hit és remény számüzetik a földről. És a bénák járni. A gyógyulás csodáit pedig felváltja a fájdalom. Felséges nevét, nagy Lucifer! A sötétség újkora elkezdődött. Nézd, mi van nála! Örvendjetek, mert közületek választ magának küldöttet!
tanítványt. Menjen erre! Maga meg arra! Miki! Miki, gyere! Ryan! Ryan! És beteljesedett végre, hogy az új tanítvány megérkezett. Az ő tettei által Lucifer bebocsáttatást nyer a földre, s övé lesz minden hatalom. Most ezt a tanítványt megjelölöm a sátán jelével. Ryan! Jól vagy? Persze, semmi baj. A könyvet akartam, de eltűnt vele. Nem kéne elmennünk orvoshoz? Nem. Csak egy pillanatra álljultam el. Pillanatra? Több mint egy órája mentél el. Miki, jól vagyok, csak leütött és kicsit erős volt az ütés. Oké, akkor nézzük meg Jacket. Ez jó ötlet. Mi baj? Beszélnem kell Adél nővérrel. Jó, majd utána.
rém visszatérésed helye. Ó, Lucifer, új tanítványoddal elősegítjük dicsőséges uralmadat a gyermek által! Egész nap nevettél. Le fogsz gyöngülni, drágám. Úgy félek, apa. Valami szörnyűség történik itt. Imádkozz értem. Kérlek. Imádkozz. Ebből annyi derül ki, hogy Lucifer könyvéből 3 példány létezik. Egy a Vatikánban van, 2 pedig elveszett. Ryan, ezt figyeld. Azt írja, a végső jóslat beteljesülése csak a halál helyén mehet végbe. Ryan, most együtt dolgozunk, vagy nem? Szerintem ezzel csak az időt pocsékoljuk. Beszélnem kell Adél nővérrel. Tudod jól, hogy akárki nem juthat be hozzá. Nem vagyok akárki. Nézd, tudjuk, hogy néz ki Astaroth. Hát, ha valaki elárulja, hol rejtőzködik. Látnom kell azt az abácát. Hé! Hey! Ryan! Megy a saját feje után. És a tanítvány elindult, hogy megölje a legszentebbet, hogy a sötétség uralkodhassék a földön. Trénatása gem hilach révön léda. Trénatása gem hilach révön léda. Trénatása gem hilach révön léda. Találkoznom kell Adél nővérrel! Beszélnem kell vele! Engedjétek, nővérek, ő jó barát! Tessék, hallgatom! Nem mondhatom el mások előtt, csak 4 szem közt. Nagyon fontos. Jöjjön vele! Mit akar elmondani nekem? Ma láttam őt. De maga nem az övé. Akármit is mond magának. Maga Isten szeretetében született. De te meghalsz a sátán gyűlöletében. Tagadd meg Istent, vagy meghalsz! Père Tout-Puissant, pardonne-lui! Szentélye adtam!
meghalt a hitéért. Isten, mondd, miért hagytál el minket? Mondd, miért hagytál el minket? Johnny, te nem értesz engem. Nem csak az eszméletét vesztett el, amikor leütötték, hanem... Miki, eltúlzod a dolgot. Biztos vagyok benne, hogy Ryan rendbe jön. Nem hiszem. Egy csomó furcsa dolog történik körülöttem. Hol van most? Nem tudom. Elment Adél nővérhez, és azóta nem jött vissza. És mit akarsz? Mit csináljak? Utazz ide, minél hamarabb. Hogy menjek Franciaországba? Johnny, kérlek, old meg valahogy. Én nem tudok hatni Ryanre. Ott leszek, amint csak tudok. Viszlát. Mi van Ryannel? Nincs semmi baj. Johnny, meg kell mondanod, mi történt. Nem tudom. De megyek kideríteni. Ryan? Jó, megyek már. Mit keresnek itt? Mademoiselle Foster, ue Ryan Dion. Én nem értem. Ryan Dion. De én... Adják le a kabátját. Velünk kell jönnie. Gyerünk, induljunk. Menjen. Jól van. Igen. Én nem féltem, Ryan. Tud ő vigyázni magára. Igen. Én kényszerítettem arra, hogy ezt megtanulja. Nézze, Mrs. Dion. Biztosan gyűlöl ezért. Dehogy. Nem gyűlöli magát. Szereti. Épp akkor hagytam el, amikor Jimmy meghalt. Nem érdemle meg, hogy szeressen. Mindent újra lehet kezdeni. Higgy el. 14 év. Olyan hosszú idő. Sosem lehet bepótolni. Nem. De meg kell próbálni. Belehalok, ha őt is elveszítem. Jack. Ébredj fel, Jack. Jack. Megöltem Adél nővért. Nem tudom miért, de megöltem. Miért?
mindennek vége. Jack. Mindennek vége. Jack. Te mindig vigyáztál rám. Most miért nem? Most miért nem akadályoztad meg? Szükségem van rád. Jack, ébredj! Felügyelő, én már ezerszer elmondtam. Maga is tudja, milyen lidérces dolgok történnek itt. Lidérces dolgok? Csodákkal nem foglalkozom. A gyilkosság az az én területem. Bárki bármit is mond, én tudom, hogy Ryan nem gyilkos. Lehet, hogy valaki nagyon hasonlít rá, vagy lehet, hogy... Hogy ugyanaz, aki a barátját, Monsieur Marshakot ma meg akarta ölni. Mademoiselle, vegye tudomásul, hogy elegem van a maga történeteiből. Nekem van elegem, megyek Jackhez. Addig nem megy innen egy tapotat sem, míg el nem mondja az igazat. Nyilvánvaló, hogy maga titkol valamit. De rá fogok jönni arra, hogy mi az. Akkor legalább azt engedje meg nekem, hogy telefonáljak. Hallottátok? A hölgy telefonálni akar. Ez itt nem Amerika. Mondja el az igazat, és annyit telefonálhat, amennyit csak akar. És most Lucifer tanítványa, örökre eljegyezlek téged a hatalmas pokollal. A sötétség szolgái leszünk mind a ketten, és tetteink által Lucifer újra megtestesülhet Isten egyik kiválasztottjában, egy gyermeki testben.
Elnézést, Mickey Fostert keresem. Tegnap éjjel letartóztatták. A szállodában azt mondták, hogy... Ön kicsoda, uram? Miért tartóztatták le? Nincs letartóztatva. Oké, akkor nincs joga, hogy itt tartsa. Mickey, fogd a holmit, elmegyünk. Mondja, maga szintén barátja Ryan Dionnak? Johnny, azt mondják, Ryan megölte Adél nővért. Megölte? Na ide figyeljen, ilyet feltételezni Ryanről. Ő az utolsó ember, aki... Tanúk is vannak. Egy pap és három nővér. Szerintük Jacket is meg akarta ölni. Felügyelő, ne őt tartóztassa le. Inkább találja meg az igazi gyilkost. Mi addig megkeressük a barátunkat. Gyerünk! Ha megtalálják, azt javaslom, hogy adják át nekem. Különben önöket tartóztatom le. Bűnpártolásért. Hm? Mickey, mi történik itt? Meg kell találnunk Ryan, előbb, mint a zsaruk. Chris, emlékszel Ryanre? Velem kell jönnöd. Tudom, hogy gyógyulhatsz meg. Mit beszélsz? Gyerünk! Nincs idő! Várjon, Ryan! Ryan! Mes amis, je suis désolé. Tudom, hogy sokan messzi országból jöttetek. Sajnálom. Ez az ünnep az öröm ünnepe volt. De a sátán erői megtámadták hitünket Istenben és Szűz Máriában. Mit tippelsz, hol találjuk? Fogalmam sincs, induljunk el valamerre. Ryan! Ryan, kérlek! A sátánnak ígértelek! Ryan, állj meg! Állj meg! Hogy mersz tacolni a sátán akaratával? Ne félj, hamarosan tőled fog félni a világ. Adél nővér vértanúként halt meg, mert ő volt hitünk jelképe. Jelképe annak, amit a szűzanya elvárt tőlünk, hogy szolgáljuk Istent, és szeressük őt olyan nagyon, hogy egész életünket csak neki szenteljük, miként egy fia tette, és most Adél nővér is. Vaj közülünk hányan bírnak,
ekkora hitet szívükben. 10 éve, hogy a kis Adél hitt egy csodában. És az valóra vált. Most mindannyiunknak meg kell próbálnunk úgy hinni, ahogyan ő hitt. Imádkozzunk. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Költözik. Hiszem Isten hatalmát. Hiszek akár egy gyermek. A bárány bőrbe kígyó költözik. A gyermek. Ne! Ryan! Könyörgök! Üdvözlégy! Szentségtelen gyermek. Hol van? Je ne sais pas. Monsieur Marchak, hová lett? Il est parti. Ma gyerek. Minden kárhozott lélek örvendi győzelmét, mert a sátán gyermek által felszabadul, s újra űzheti a gonoszságokat, melyek miatt elkárhozott. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Istenhez könyörögtél gyógyulásért, és Lucifer adja meg neked, mert ő a testi bajok igazi orvosa. Mi atya, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nemet, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Mi atya, ki vagy a mennyekben, Vine es múk, es múze, múze ek szarach níma. Minden napi kenyerünket. A kislány? Hol a kislányom? Ryan elvitte. Mit csinált Ryan? Ő vitte el. Jack! Jack! Miké? Hál' Isten! Ryan elvitte a kislányt, szerintem Astarothoz. Hol keressük? Jack, a jegyzeteidben azt írtad, hogy az utolsó jövendőlés a halál helyén teljesül. A halál helyén? Az a temető? Istenem, kislányom! Állítsd fel! Hadd láss, hogy a nagy Lucifer mi kegyes hozzá.
láthatod. Az ő hatalma nagyobb, mint Istené. Őt imád, és eljön közénk. Őt imád. Őt imád. Soha, soha sem fogom imádni őt! Jézus, hogy hozott állj béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Mindez írva vagyon. A profécia szerint ma éjjel egy gyermek testébe fogadja őt, így kell lennie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur. Ne vas dans les pupules. Et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Feltámasztva azt hatalma által. Láthás, Lopsié, hányom szívem. Ryan! Ryan! Ryan, kérlek! Ryan, kérlek! Ryan! Könyörgök! Dicsőség! A jövendőlés ím beteljesedett! Lucifer, ím a gyermekbe költözött! Ainsi soit-il!
Termencs meg! Lucifer! Ments meg! Siessünk, vigyük Ryant a szent helyhez. Atyám! Hatalmas Isten, szabadítsd meg a gyermeket a sátántól! Drága szűzanya, hidd el, a mi hitünk erős. Csak Isten menthet meg minket. Imádkozzunk egy gyermekért, hogy Istent imádja ismét, és ne Lucifert. Ryan. 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 Ki vagy te? Én vagyok Jack bácsi. A nagy bácsikám. Emlékszem, egyszer jártál nálunk, és a mama vacsorát adott. Így volt, Ryan. Ryan? Chris vagyok. Emlékszel rám? Egy suliba járunk. Jack bácsi, hol van a mamám? Ő otthon vár téged, Ryan. Elviszünk hozzá. Azt kéri, maradjak még. Hol van, asszonyom? Ryan, én vagyok. Miki. Igazán? Van egy Miki nevű nénikém.
Az ő haja is vörös. Ryan, várj! És mit szólt az anyja, amikor megtudta? Nem tudtam elmondani neki telefonon. Ha meglátja így a fiát. Mama! 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 Valami baj van? Miért csodálkozol? Nem ölelsz meg? De hát... Te nem lehetsz Ryan. De igen. Ő valóban Ryan. Tudom, hogy nehéz ezt így hirtelen elhinni, de ő tényleg Ryan. Ugye megismersz engem? Persze, hogy megismer Ryan. Csak az az igazság, hogy egy kicsit megváltoztál. Gondolom, te is egy kicsit másnak látod őt, ugye? Igen. De attól még ő a legdrágább mama az egész világon. Ryan! A szinkron a Videovox stúdióban készült.